Erős vár a mi Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű tavaszi napon, itt a mi kis szekszárdi evangélikus templomunkban, és a kedves tévénézőket is. Foglaljunk helyet! Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap ez a mostani. A régi elnevezés szerint jubiláte, az örvendezés vasárnapja. És ezt az elnevezést a 66. Zsoltárról, a mai bevezető Zsoltárunkról kapta ez a nap. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Van itt köztünk egy család, aki örvendezik szülőkkel, keresztszülőkkel, gyerkőcökkel, nagyszülőkkel, hozzátartozókkal együtt, ugyanis Szoboszlai Marcell kis testvérünk részesül a keresztség szentségében. Vannak közöttünk másért hálaadók, és vannak közöttünk, akik friss gyászokban vannak itt, és keresik Isten végasztalását. Mindnyájunkra kérjük Isten áldását. Felügyelő asszonyunknak átadom a szót a hirdetésekhez. A kosári domokos történelem verseny országos döntőjén a 7.-8. osztályosok közül Lakatos Levente a 22 fős döntőben első helyezést ért el. Gratulálunk! A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat a betelepítés 300. évfordulójára rajzpályázatot hirdetett, és kiállítást rendez május végéig a Művelődési Házban Hánémet István Egy zsák zab című novellájából, amelyre 260 alkotás érkezett. Édesapánk emlékére köszönjük Kőrelné Koch Ilona elnökasszony fáradozását. Ma délután 16 órakor könnyű zenei koncert lesz Pintér Béla és együttese népvel Gerjenben a református templomban. 4 darab tiszteletjegyet kaptunk, akit érdekel, Isten tisztelet után jelezze. Múlt heti versenypénzünk 71.400 forint volt. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a bevezető énekkel. Az első 3 verszakot énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál,
mint ezüstöt a tűzben. Bevezető igénk az Efezusi Levél első fejezetéből szólít meg minket. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az ő kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe elé állva most csendesedjünk el, így imádkozzunk. Hálával köszönjük, drága Urunk, ezt a gyönyörű tavaszi napot, a lehetőséget, hogy együtt lehetünk a Te egyszülött fiad Jézus Krisztus nevében. Kicsik és nagyok, ifjak és idősek, örvendezők és szomorkodók. Köszönjük, Urunk, hogy helyet készítettél és áldást. Segíts, hogy lerakassuk eléd mindazt, amit terhel bennünket. És kérünk, újíts meg minket a Te minden értelmet fölülmúló irgalmaddal és szereteteddel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk. Úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez Isten jó akarata. Hallgassuk meg, kedves testvérek, egyházi rendünk szerinti lekciónkat, olvasmányunkat, amely most Mózes első könyvéből szólal meg, a teremtés történet egy részlete a következőképpen. Megteremtette Isten az embert a maga képmására,
Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta neki Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden makkozó növényt, és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eredeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyen élet van, eredelőt adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik. Válaszul Istenünk örökkévaló szavára, valljuk meg együtt közös hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és 384-es énekkel folytassuk. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, mai alapigénket, melyet egyházi rendünk szerint olvasok ma jubiláte vasárnapján. Megírva találjuk ezt a részt János evangéliumában a 16. fejezetben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk, egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezgették, mi az a kis idő, amiről szól, nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam? Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. És örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor egyházi eleink nevekkel illették a húsvét ünnepét követő vasárnapokat, akkor voltak épp a vasárnapra rendelt igékre figyelve témákat gyűjtöttek. Azt szerették volna tanítani önmaguknak, gyermekeiknek, utódaiknak, hogy a feltámadásból, húsvétből mi következik. Milyen ajándékai vannak annak, hogy Jézus Krisztus Urunk nagypénteken meghalt helyettünk és értünk, és aztán harmadnapra legyőzte a gonoszt és magát a halált. Milyen ajándékai vannak húsvétnak. Sorba jöttek a vasárnapok, és elnevezték ezt a mait, a harmadikat, az egyik legdrágább ajándékról, az örömről. Rájöttek arra, hogy az egyik legdrágább kincse a húsvéti hitnek az öröm. Ma is erre gondolunk, jubiláte, örvendjetek. Ha belegondolunk, valóban a keresztény hitnek egyik alapeleme ez. Hát amikor földre született a megváltó, az angyalok eleve így jelentették be a pásztoroknak. Örömhírt mondom nektek. Aztán amikor az evangélium írók, Máté, Márk, Lukács, János felhatalmazást kaptak és ihletet a Szentlélektől, hogy jegyezzék le Jézus Krisztus Urunk földi munkáját, üdvözítő életét, akkor azzal a címmel illették a megszületett iratokat, hogy evangélium, ami azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. És amikor mi evangélikusok, a mi felekezetünk, föl itt Magyarországon, magára akart venni valami különleges nevet, hát ezt választottuk. Evangélium, vagyis az örömhírt hordozók, abból élők és az továbbadók, evangélikusok vagyunk. Óriási téma ez, ez a kulcsfontosságú ajándék, öröm. De hogy is van ez? Úgy általában az ember szívében. Hogy volt ez bennünk, mielőtt talán megismertük volna Krisztus Urunkat, és hogy van a keresztény hétköznapokban? Egy kicsit az ige fölé hajolva erről gondolkodjunk. Meggyőződésem, értésem szerint az üzenet erről szól. Először a mai textusunktól egy kicsit távolabb lépve, hogy általában a témával kapcsolatban gondolkodjunk. Mi is ez az öröm? És mi köze az örömnek Jézus Krisztus Urunkhoz? Ahogy elgondolkoztam ezen, arra jöttem rá, persze nem nagy titok, ez csak egy kis idő kell, hogy az ember belenézzen saját szívébe, meg olyan nyitott szemmel másokat figyeljen. Szóval rájöttem arra, hogy a mi ember létünk egyik leglényegesebb eleme, vonzódunk az örömhöz, keressük, kutatjuk az örömöt. A megszületett, vagy éppen keresztelni készült gyermekre nézve, a megtalált szerelmesünkre nézve, a viszontlátás ölelésében, egy jó győztes meccsben, egy finomkori borban, a jól végzett munkában, egy néhány hetes kiskutyában,
Egy jó kis ritmusban, a gyönyörű zenében és énekhangban, a családi és baráti együttlétben, közösségben. Keressük, olyan oldhatatlan vágyjal keressük az örömöt, vágyódunk az örömre. Az öröm ajándék. Az ajándékozó az a teremtő Isten, akiben a lekcióból hallottunk, aki egyetlen szavával elválasztotta a sötétséget, és napfényre hozta magát a világosságot. Az ajándékozó, az öröm ajándékozója, az a teremtő Isten, aki minket, az embert, őseinket, Ádámot és Évát, és minket leszármazottait is kigondolt, és akiknek életet adott. Ő adja nekünk ezeket az örömöket, apróbbakat és nagyobbakat, személyeseket és tárgyakat és eseményeket. Amire vágyódunk, az öröm, a forrás pedig Isten. Van azonban ember létünknek, öröm után vágyódó ember létünknek egy tragédiája is. Ádámtól örökölt emberiségünk, és személyesen mi egyenként is, Ádámtól örökölt Istentől elszakadt szívünkkel oly sokszor tévedünk. Rossz helyen keressük az örömet. Vagy az ajándékozó helyett magát az öröm tárgyát vagy fókuszát istenítjük. Azt kajtatjuk, akarjuk megragadni, birtokolni, megszerezni. Miközben elvétjük a lényeget, az örömet ajándékozó forrást, magát Istent. A személyiségünk legbelsőbb magjában, ami még az érzéseknél is mélyebben van, bibliai kifejezésére élve, a szívünk mélyén, a szellemünk mélyén, ott él a vágy, az örömre, de teremtettségünknél fogva, alapvetően igazából az öröm ajándékozója, Isten után vágyódunk. Milyen áldott az az ember, aki felfedezi ezt. Néhány hete láttam egy nagyon érdekes, különleges filmet. Az 1960-as évek végén, 70-es évek elején a csúcsát élő Egyesült Államok beli ébredési mozgalomnak állított emléket ez a film. Az a címe, hogy Jézus forradalom. A különlegessége abban állt, hogy ez a nagy lelki felbuzdulás és hitbeli megújulás a hippik közösségéből indult el. És a nagyon izgalmas, valós eseményeket feldolgozó filmnek van egy különleges jelenete. Ott ül egymással szemben egy asztal két oldalán egy hippi vezér, aki megtér, Krisztushoz tért. Ott van mezitláv, trapéz nadrágjában, fésületlen hosszú hajával, szakállával, különleges farmer mellényével, kiszínezett, kihímezett ingével. Vele szemben pedig egy ilyen tradicionálisan felöltözött lelkipásztor kicsit gyanúsan méregeti ezt a hippi vezért, és elkezdenek beszélgetni. És megkérdezi a lelkipásztor, hogy beszélj a te embereidről, a te népedről, a hippikről. És elkezd beszélni ez a megtért hippi vezér. És van egy pontja ennek a beszédnek, ami különösen megfogja az ember figyelmét, szívét. Azt mondja, tudod, az én embereim, az én népem, ahogy te mondod, elkeseredetten, de elszántan vágyódnak az örömre. És amit te talán joggal gyanúsan nézel, a szabad szerelem, a kábítószer, azok a furcsa szokások, azoknak a mélyén, nézd meg jól, azoknak a mélyén igazából Isten utáni vágyódás van. Csak ezt ők nem tudják. Mondd el nekik. Valakinek el kell mondani, mondd el nekik. Minden ilyen öröm, még a tévesen is megélt öröm utáni vágyódás legmélyén igazából teremtettségünkből fakadó Isten utáni vágy van. Érzékeny lelkű, drága költőnk József Attila fogalmazza ezt meg, megdöbbentően erős képekkel élő versében, talán sokan ismerik, a kutya. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éjségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjj szél, futott, könyörgött, tömött sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyér héját mi egymás keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, és a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, s elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság, de elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság, hűs boltja alatt némán,
egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk, az az oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten darabkákat keresgél. Amikor eljött a mi Úrunk Jézus Krisztus, akkor az ő személyében, ami éhes, öröm után éhező hétköznapi utcáinkra állt, azokat kezdte járni az élő Isten, az öröm forrása. Jézus Krisztusban ránézett a régi tanítványokra és az egész emberiségre, ránéz az öröm forrása, maga az élő Isten, és azt mondja, itt vagyok. Talán nem is tudtad, talán oly nagy nehezen esett le a tantusz, de mindig is engem kerestél. Ez a különleges ajándéka Jézusnak. És ezért az ő tanításában is oly sokszor hangzik el ez a kulcsszó. Azt akarom, hogy örömötök legyen. És hogy a mai igében is halljuk, és hogy örömötöket senki ne vehesse el. Őt, az ember élet Istent, az öröm forrását Krisztus megismerve, megnyílhat a szemünk és a szívünk, hogy tudjunk örülni egészségesen személyeknek, dolgoknak, eseményeknek, meg annyi apróságnak, és ne ejtsen fogjul a világ csalfa öröme. Az öröm forrását Jézus megismerve döbbenünk csak rá, hogy igazából ő néz vissza ránk, ő nyújtja a kezét. Az igaz, a nagyobb és apróbb örömökben, a megszületett vagy megkeresztelt gyermekre nézve, a megtalált szerelemben, a viszontlátás ölelmérésében, a néhány hetes kiskutyában, a jól eső beszélgetésben, a tavasz színeiben, a győztes meccsben, a finomkori borban, a jól végzett munkában, a zenében. Amikor ezt az alapüzenetet kezdjük érteni, akkor értjük meg a hétköznapokra vonatkozó praktikus tanítását Jézusnak itt János 16-ban. Ez az alapvetés, ezt muszáj értenünk az öröm forrásáról, magáról, Krisztusról, és az öröm apró ajándékairól, és a kettő közötti viszonyról. És ha ezt értjük, akkor hajolhatunk János 16 fölé. És odálkozhatunk rá arra, amit Jézus Urunk mond a hétköznapi hit öröm megéléséről. Egy kis idő mégis nem láttok engem, mondja, de ismét egy kis idő is megláttok engem. Most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veheti el tőletek. Nagyon érdekes ez a kis idő mégis nem láttok, egy kis idő is megláttok engem. Annyira kulcsfontosságú ez az idő megjelölés, hogy szinte már-már olyan zavaróan, vagy hatszor visszahozza a textus Jánost, így ihlette a Szentlélek Úristen. Mert a felismert igaz öröm forrása Jézusra nézve, a hitélet hétköznapjaiban ez egy kulcsfontosságú dolog. Mi így éljük meg keresztként Jézusban a hitet. Mindig van egy kis idő, ami szomorúságot okoz, mert valahogy eltakarja előlünk őt. De ő mindig megígéri, hogy újra megláthatjuk, és visszatér az örömünk. A konkrét textus szó szerinti jelentése vonatkozik arra a néhány napra, amelyben elhangzik ez a csodálatos, gyönyörű textus. Nagy csütörtökön, búcsú beszédei során mondja Jézus a tanítványainak. Kézenfekvő és érthető, miért mondja az, hogy hát egy kis idő és nem látok engem. Nagy péntek borzalma és a sír el fog takarni előletek, mintha ezt mondaná Jézus. De várjatok, 3 nap, húsvétkor újra megláthattok engem. Rátok köszönök majd ott a bezárt felső szobában is. Rátok köszönök majd, hogy békesség nektek is, amikor megláttok, és én meglátlak titeket. Visszatér az örömötök. Van egy lépéssel tágabb értelmű üzenete is ennek a kis idő mégis nem láttok, és a kis idő is megláttok engem kifejezésnek. Vonatkozhat arra is, hogy Jézus Urunk a mennybe megy 40 nappal húsvét után, de 10 nappal később, egy kis idővel később jön a pünkösd. Átérzik, átélik a tanítványok, hogy visszatért Jézus. Újra öröm tölti el őket. De van egy még tágabb értelme is, Augustinus egyházatyánk is például így értelmezi ezt az igét. Az egyházra is vonatkozik. Most, amíg itt ezen a földön járunk, testi szemünkkel nem látjuk Jézus, de kis idő még, eljön majd ennek a világnak a vége, és akkor a Urunk visszatér látható módon, és akkor újra meglátjuk, és örülni fog a szívünk. Milyen érdekes, hogy üdvösség történeti értelemben is néhány napot, a nagy héten és húsvétkor,
Menj be, meretelés, pünkösd, de vagy az egész föld élet és a világ vége is benne van ebben. Nem látni egy darabig Jézus, aztán viszont látni. De ami igazán izgalmas számomra az az, hogy van ennek egy hétköznapi üzenete is. Mert gyakorló keresztényként, akik már megragadtuk az öröm forrását Krisztusban, átéljük, hogy bizony vannak napok. Lehet, hogy hetek, olykor talán hónapok, amikor valahogy nem sikerül megragadni, átélni az örömet, amikor mintha valami eltakarná Jézust a szemünk elől. A jelenlévők is jól tudják ezt, tudom, kicsik és nagyok egyaránt. Ismerjük ezt az érzést, beteg gyermekünkért vagy szerettünkért aggódva, csalódott ifjúként, a múltjával küzdő idős emberként, vagy éppen a híreket figyelő, szorongó modern emberként. Igen, van úgy. Mindig van kis idő, amikor valahogy elillanni tűnik az öröm, mintha nem látnánk Jézust. De az ígéret arról szól, hogy hétköznapokban is visszatér. Ahogy a teremtés hajnalán szólt, és a sötétben felragyogott a világosság, így fog felragyogni a szívünkben újra a fény és az öröm. Ahogy a tanítványokra ráköszön néhány napos gyász után, ott húsvétkor, hogy békesség nektek, úgy fog rád köszönni, testvérem, a te szívedre is, és meglásd, visszahozza az örömöt. Luther így mondja, itt a földön a keresztények egy sajátos körforgást tapasztalnak. Egy kis idő, aztán megint egy kis idő. Most még sötét van, de aztán kezdődik a nappal. A szomorúság nem tart örökké. Még akkor sem, ha úgy tűnik, és amikor éppen abban vagyunk. De még ha nem is látjuk a végét, Krisztus látja és tudja. Még ha nem is látjuk a végét, várnunk kell ő rá. Véget vet ennek, és megvigasztal. Újra örömet ajándékoz nekünk, neked. Ez záró gondolattal hadd fejezzem be, kedves testvérek. Péntek este egy ökumenikus alkalom volt itt a templomban. Két pakisztáni hívő keresztény egyetemista fiatal volt vendégünk. Megtűrsült, üldözött helyzetben élik meg saját hazájukban a kereszténységüket. Ők nem hozták szóba, mert azt hiszem, hogy péntek este rajtunk ezt az őket fogadó örömet látták. De eszembe jutott róluk, hogy 11 néhány évvel ezelőtt egy szintén Pakisztánból menekült fiatal keresztény családanya egy kerekasztal beszélgetés során érdekes dolgot mondott. A beszélgetés vezető megkérdezte tőle, szerintem mi az alapvető különbség mondjuk ott az üldözött helyzetben lévő pakisztáni keresztények meg az európai keresztények között? És ő némi gondolkodás után olyan nagyon egyszerű szavakkal valahogy így fogalmazott. Az a különbség, hogy valahogy rajtatok európai keresztényeken, bár úgy keresném, nem látom az örömöt. Pedig olyan sok minden lenne, aminek örülhetnétek. Mintha elmúlt volna, mintha kiengedtétek volna kezetek közül, mintha elengedtétek volna szívetekkel. Testvérek, ragadjuk meg újra. Ragadjuk meg újra, jubiláte vasárnapján, de a hétköznapokban is ezt az örömöt. Kérjük Húsvét Urát, az öröm forrását és ajándékozóját, hogy frissítse meg hitünket, kereszténységünket, hogy vonzol közel magához szent lelkével, és mi kérjük ezt és engedjük neki, hogy megtehesse velünk, hogy meglássuk újra és újra az ajándékozót és minden apró ajándékát. Minden apró és nagyobb örömünkben a hétköznapokban, mert ezzel akar körülvenni minket. Ámen. Kedves testvérek, most a szokásos orgonaszó kísérte csend helyett örömünnepre készüljünk, keresztelésé önök örömünnepre, a kis Marcell keresztelőjére, és erre készülve a 297-es énekünk első verszakát idézzük. Thank you.
Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek gyülekezetébe ezzel a kis fiúcskával, hogy a keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg, és hallgassuk meg mindnyájan a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy ő kezét rájuk tegye, megáldja őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg a kis Marcelt, őrizze meg bejövetelét, kimenetelét mostantól, mind örökké. Ámen. Kedves Petra, Máté, kedves Marcel, keresztszülők, nagyszülők, hozzátartozók, egy igét szeretnék felolvasni, a mai alapigéhez, a mai témánkhoz kapcsolódik, de nem egy evangéliumi szakasz, hanem az öröm egy híres leveléből, a Filippi levélből egy híres mondat, bevallom személyesen is, az egyik kedvencem. Pál apostol mondja a Filippi levél 4. fejezetének 4. versében: örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Két személyes megjegyzéssel, hogy forduljak most az ünneplőkhöz. Az egyik, van valami különös fény ennek a családnak a szemében, nem tudom mi a titok, de azért én valahányszor Máté veled találkoztam meg, amikor Petra veled, meg Mátéban gyönyörködtem, a kis Fannit is, amikor látom, meg elbeszéli a feleségem. Valahogy ez a nagyon krafttal teljes, olyan nagyon karakány, olyan nagyon csillogós, olyan életöröm. Valahogy ez az öröm van ott a fotókban, a megszületett kiskutyákkal kapcsolatban. Gondolom, ez az öröm van a zenében, akár a közös zenében, de hát most a nagyobb gyerkőcök után ebben a kicsiben is. Ezt a családot áldja meg az Isten örömmel. Visszhangozzék ez a páli felhívás: örüljetek mindenkor. De a másik személyes gondolatot is hadd fűzzem ide. Azt mondja Pál: örüljetek az Úrban. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az örömet közel Krisztushoz mondja és tanácsolja Pál. És itt jön a másik személyes élményem. Talán 7-8 éve lehetett, hogy egy pilisjabai konferenciára utazva egy régi romtemplomot láttam. Nagyon megdöbbentett ez egyébként, gyönyörű domtetőn álló régi vastag falu templom. És furcsa módon aznap éjszaka volt egy álmom. Nyilván élet közepi válságomban álmodtam ezt, és valahogy különös dolgot üzent akkor az Isten nekem, hadd osszam meg veletek. Álmomban beléptem ebbe a templomba, és minden olyan szürke árnyalatos volt. A templom teteje nem volt, meg leomlott, a falak is csak félig álltak legalábbis a bejárat felől, és minden ilyen szürke árnyalatos volt. De azt vettem észre, hogy elől ég a gyertya az oltáron. És hogy elkezdtem közeledni a gyertyához, azt láttam, hogy ott az oltár körül viszont minden színes. Színes a virág, sőt, valahogy az oltár gyertya fényébe beragyogva az ablaküvegek is, a fal, a képek is színesek. És amikor odaértem az oltár elé, embereket láttam, szeretteimet, a közösségemet, és örömmel ébredtem fel. Azt értettem meg, hogy az élő Isten hív, és azt mondja, hogy sokszor még összetört dolgokon keresztül is magához vonz. Minél közelebb vagyunk hozzá az oltárhoz, annál közelebb a színhez, az örömhöz. Én ennek az örömtől fénylő családnak ezt a krisztusi örömöt kívánom. Ebből soha ne fogyjatok ki, ezzel áldjon meg titeket az Úristen. Egyházi szokásunknak megfelelően most szeretném kérdezni tőletek, kedves szülők, és kérem, hogy helyükről felállva majd válaszoljatok ti is a kérdésekre, kedves keresztszülők. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a fiúcskát, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermek nevében. Az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek: hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben egy keresztény egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a fiúcska a szent keresztségben részesüljön? Ezzel Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen majd? Akarjátok-e?
Vállaljátok-e, hogy az egyház segítségével is gondoskodtok-e gyermekhívő keresztényi növekedéséről? Vállaljátok-e? Arra kérem az ünneplő családot, vegyük körbe a keresztelőkutat. És így megkereszteljük együtt a kis Marcelt. Szoboszlai Marcel, megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan akar szülni, őrizzen meg kegyelmével az örök életre. Békesség néked. Ámen. Köszönöm szépen. Foglaljunk helyet. Hadd adják át egy kis ajándékot, egy keresztelési emléklapot, talán Petra neked, kis gyertyát, ami a templomunkat ábrázolja, ez pedig hát az Úrhoz közelítő mindennapi kis rövid áhítatok igék sorra. Fogadjátok szeretettel. Isten tiszteletünk végéhez közeledve, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk most a kis Marcelért, a családért, de mindnyájunkért, örömünkért és fájdalmainkért is, így csendesedjünk el. Teremtő Urunk, aki Jézus Krisztusban megváltottál minket, és elhívtál, és oly sok örömmel ajándékoztál meg. Köszönjük, hogy szent lelkeddel köztünk vagy, és hogy Ádámot és a tőled elszakadt emberpárt, Ádámot és Évát kerested, így keresel mindnyájunkat. Köszönjük, hogy legbelső vágyaink mélyén felismerhettünk téged. Taníts minket, jöjj közel, ölelj át szorosan, erősíts hitünket. Köszönjük, hogy gyarapítod egyházadat, és elhívtad most ezt a kis családot, és a kis Marcelt, és eljegyezted magadnak. Add, hogy majd a te szent lelkedet beengedve szívébe, hittel, saját személyes hitével válaszoljon erre az elhívásra, és így megragadja az üdvösség ajándékát. Áld meg szüleit, keresztszülőket, nagyszülőket, minden szerettét, családját. Urunk, arra kérünk, hogy terjeszd ki áldásodat most mindnyájunkra, akik itt vagyunk a templomban, akik talán a tévékészülékek előtt figyelnek és csendesednek el. Köszönjük minden örömünket, fogad hálaadásunkat, és hadd hozzuk előd minden kérésünket és fájdalmunkat is. Adj erőt hordozni keresztünket, gyógyítsd lelkükben vagy testükben betegséget hordozó szeretteinket, hozzátartozóinkat, ismerőseinket. Vigasztald mindazokat, akik gyászukban szomorkodnak. Adj tanácsot mindazoknak, akik fontos döntés előtt állnak. Áld meg világosságoddal az ifjakat, vigasztaló jelenléteddel az időseket. Őrizd a családokban a szeretet, a békesség kötelékeit. Tekints ránk kegyelmesen, és hogy ajánljuk irgalmatba lakóhelyünket, drága városunkat, egész népünket, ezt a sok békétlenségtől háborgó világunkat. És hallgass meg, amikor együtt most még így fordulunk hozzád. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelhessék meg a neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül helyünkről felállva vegyük Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet.